Hölgyeim és Uram, jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy ilyen sokan érdeklődnek az iszlám állam ellen, az iszlám állammal kapcsolatban. Remélem ellen is vagyunk. Én szívesebben szerettem volna az előadásnak azt a címet adni, hogy az iszlám állam tündöklése és bukása. Hát ezt még most nem lehet, ezzel még egy kicsit várni kell. Szeretnék néhány kérdést megvilágítani, amit összeszedtem, ugye rövid történet, hol tart most az iszlám állam, milyen erőviszonyokkal kell számolni ebben a térségben, körülbelül mit jelent az iszlám állam fenyegetése úgy a régióban, mint azon kívül, természetesen belértve Európát is, és hát milyen a nemzetközi fellépés az iszlám ellen, az iszlám állam ellen, amire azt tudom mondani, hogy pillanatnyilag még elég gyenge. Hát néhány dolgot kell említenem, amely hozzá segítette az iszlám államot a megalakulásához, és ebbe sajnos el kell mondani nagyon őszintén, hogy hibásak vagyunk mi, hibás a nyugat. Ezek közül meg kell említeni ugye a 9-11-et követő időszakot, az afganisztáni intervenciót, amely még ma is úgy minősítheti, hogy nem fejeződött be, afganisztáni helyzet még rendkívül zavaros, még a kikit győzle nem teljesen játszódott le, és tulajdonképpen a legnagyobb veszély abban van, hogy az iszlám állam tovább fog terjedni, és ezek között van olyan is, mint Afganisztán. Az iraki háború, az iraki intervenció sem volt egy szerencsés művelet, annak ellenére, hogy viszonylag hamar befejeződött a háború. Még most is azt lehet mondani, hogy Irakban rend egyáltalán nincs, és mindenképpen el kell azt is mondani, hogy a legnagyobb hibát az amerikaiak, illetve a szövetségesek abban követték el, hogy az iraki hadsereget rövid időn belül szétzavarták, az iraki biztonsági szolgálatokat megszüntették, és ezek az emberek, akik innen kiestek, zömében nyilván szuniták, örömmel mentek az iszlám állam karjaiba. Tehát ha ma azt mondjuk, hogy az iszlám államot szét kell verni és meg kell semmisíteni, akkor ezzel nagyon óvatosan fogalmazunk, mert tudnilik az iszlám állam beépült Irakban a szunita lakosság közé. Na most a lakosság között, vagy a lakosság ellen folytatott háborút, vagy a városi harcot, azt azért mindenki tudja, hogy az jellemzi, hogy nagyon nagy mértékű emberáldozatokkal kell számolni, amit ugye senki nem szívesen vállal fel. Aztán ott volt a líbiai beavatkozás, ezen is lehet vitatkozni, Líbiában még ma sincs rend, ugye két állam működik, vagy nem működik, de inkább nem működik, két parlament, három hadsereg, egy sor hadúr, aminek következtében az eredményét láttuk, az iszlám állam ott is terjeszkedik, és jönnek a menekültek, és nem szabad elfelejteni, ugye, hogy Líbia 350 km van Európától. És utána, hogyha még tovább folytatódik ez a menekült áradat, még az afrikaiak jönnek fölfelé, hát akkor elég szomorú jövő vár az európaiakra. Szír polgárháború kezelése. Hát Szíriát, aki ismer, egy szép ország volt, viszonylag normális gazdasági teljesítménnyel, sok-sok szép kulturális emlékkel, és most már ez tényleg vagy emlék, vagy nem is emlék, mert megsemmisítettek nagyon sokat közülük, és azt lehet mondani, hogy a szír polgárháború kezelésével a nyugat elaludt. Én nem mondom azt, hogy a nyugatnak a felelőssége, a szír polgárháborúnak a lezárása, vagy egyáltalán az Európai Unió problematikája, de azért ettől, amit tettünk, vagy tettek, többet kellett volna tenni. Hát ugye ez az úriember Saddam Hussein, látjuk a különbséget, amikor még hatalma tején volt, és aztán, mikor megtalálták a föld alatti rejtek helyén. Gaddafi is nagy ember volt, és tulajdonképpen a végét az jelentette, hogy megölték mindenféle bírósági tárgyalás és minden nélkül, ami hát demokrácia szempontjából erősen vitatható. Ha azt mondom, hogy demokrácia, akkor a hadseregeknek nem ilyen módon kell a demokráciát elvinni. Szóval ez is hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai Egyesült Államok nem örvend nagy népszerűségnek a térségben, és most nagyon diplomatikus, finom is úrember voltam, mondhatnám másképpen is, és tulajdonképpen azok a téves katonai csapások, nem csak Irakban, nem csak Afganisztánban, hanem sorolhatnék mást is, hozzájárultak ahhoz, hogy igen nagy nyugat, illetve Amerika ellenesség alakult ki. Hát aztán mondható az, hogy ez az egész az amerikai külpolitika kudarca, végül is nyugodtan el lehet mondani, hogy igen, az egymás között ezt nagyon őszintén meg kell mondani, hogy nincs nagy sikerünk ebben a térségben, és
pillanatnyilag az amerikai választásokig, ha csak valami nagy csoda nem történik, komolyabb katonai beavatkozással nem lehet számolni, mert azt, hogy különleges erőket küldtek oda az Egyesült Államok részéről, ez nem nevezhető szárazföldi beavatkozásnak. És ugye ez a mondás, amit ki van írva, hogyha nem jöttök a demokráciához, akkor a demokrácia megy el hozzátok. Sok embernek nem ez az elképzelése a demokráciával kapcsolatban. No, de menjünk át egy másik témára, és nézzük meg a másik oldalt, hogy áll. Ugye az Al-Qaida és az iszlám állam egymástól túlzottan nincs messze, és tulajdonképpen, hogyha azt mondom, hogy a iszlám állam plagizált az Al-Qaidától, akkor nem állok messze az igazságtól. Az Al-Qaidának van egy 20 éves stratégiája, amely 9-11-jel kezdődött, annak köszönhető tulajdonképpen, és a vége az 2020-ban van egy globális kalifátus kialakításával. Hát ugye ennek van 7 lépcsője, egyesével nem nagyon megyek be részletekbe, de tulajdonképpen ébresztő a nyugatnak 9-11-jel, utána a nyugati erők defenzívába vonultak, ők azt mondták, hogy akkor mi felnyitjuk a szemeinket, támadást indítunk különböző helyeken, a Törökország, illetve Izrael esetében nem jött be, de azért elég sokat tettek annak érdekében, hogy mindkét országnak a társadalmi rendszerét meggyengítsék. Aztán utána szerették volna kinézni maguknak olyan területeket, mint például Szaúd-Arábia, hát elsősorban az olajtermelő országokat, ez sem vezetett nagy eredményre, viszont elkezdődött a muzulmán világ mozgósítása, és tulajdonképpen ez 2013-16 között, ugye volt egy olyan cél, hogy kalifátus kikiáltás, ez megszületett. És ugye ma már Irak és Szíria területén bevezették a kalifátust, illetve hát ezt úgy képzelik el 2016 és 2020 között, hogy totális háború a hitetlenek ellen, remélem, hogy ez nem igaz, és nem fog bejönni, ezek ilyen elméleti fejtegetések, és 2020-ra lenne a végső győzelem. Ha megnézzük ezt a szervezetet, amit itt látunk, az Al-Qaidát, nem tudom kihagyni ennek a magyarázatát, mert a plagizálást innen tudom levezetni. Ugye az Al-Qaidának van egy központi magja, ami jelenleg Waziristánban működik, Pakisztán területén, amelyre azt szokták mondani, hogy nem erős, hát Afganisztánból költöztek ide, de tulajdonképpen ideológiailag, elvileg azért azt kell mondani, hogy különböző tanácsokat adnak. De nem ez a fő ellenfél vagy ellenség, hanem azok az úgynevezett klaszter-szerűen működő Al-Qaida ihletésű vagy Al-Qaida közeli szervezetek, amelyek az arab világban, arab területeken, a Maghrebben, illetve az indonéz területeken jöttek létre sok-sok apró szervezettel, amiből az következik, hogy ez az ábra, ez egy német hölgynek a munkája, aki kutatta ezt a területet, és azt mondta, hogy ezek, ahogy a gazdasági életben találkozunk olyasmivel, hogy klaszter, ezek is klaszterszerűen, tehát laza gazdasági szervezetként kapcsolódnak, vagy nem kapcsolódnak egymáshoz. Na most, hogyha ezeket mondjuk egy szervezetnél, amit lilával van jelölve, összefogják, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen módon ennek a megállapítása elég nehéz, hogy ez gyakorlatban hogy érvényesül, irányítják. És van még itt a jobb felső sarokban egy sárgával jelzett terület, ez az úgynevezett vezetés nélkül ellenállás, ezek az úgynevezett magányos merénylők kérdése, akik vagy kapcsolódnak, vagy nem, Lonely Wolfnak is szokták nevezni, de azt szokták mondani, ugye, hogy nem illan, tehát nem egyedül vannak ezek a úgynevezett magányos merénylők, és az ideológia ebben az egészben az, hogy ezek szerveződjönek, önmaguktól hajtsanak végre támadást, ennek a felderítése, megállapítása, hogy mit akarnak, nagyon nehéz. Ezek a regionális szervezetek az Al-Qaida esetében, ugye itt lehet látni, hogy iszlám Maghrebben, Al-Qaida Irakban, amiből lett majd később az iszlám állam, Al-Shabab, Kaukázusi Emirátus, ami rendkívül zavarja Putyint, illetve az orosz vezetést. Tehát ezek a regionális szervezetek rendkívül megerősödtek, és igen nagy feszültséget, vagy netalántán veszélyt, fenyegetést okozhatnak.
Ez a kép mutatja, mikor az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Főtanácsadója, amerikai hírszerzők közösségnek a vezetője, jelent az elnöknek, ugye, és azt mondja, hogy az a helyzet, hogy ezek kis apró sejtekre estek szét, és nincs központi vezetés, mire az elnök úr visszakérdez, hogy a terrorizmus esetére gondol? Nem, azt mondja, az hírszerzésre. Tehát ezzel azt tudom mondani, hogy nem tudják a hírszerzési adatokat összeszedni ezen szervezetekkel kapcsolatban. Ha azt mondom, hogy iszlám állam története, hát vissza kell menni az iraki háborúban, ugye, és tulajdonképpen az a személy, aki ezt létrehozta, Abu Musab al-Zarqawi, aki már nincs az élők sorában, hál' Istennek egy amerikai légicsapás végzett vele, de ahogy megalakult a szervezet, ő nagyon gyorsan hűségesküdtett Osama bin Ladennek, tehát egyértelmű, hogy kapcsolódik az Al-Qaida központi szervezetéhez. Majd ugye 2006-ban megalakult az iraki iszlám állam, tehát az Al-Qaida Irakból lett egy iraki iszlám állam, és ugorjunk egy nagyot, 2014 áprilisában jött létre iraki és levantai iszlám állam, tehát ez már magában foglalja Szíriát is, illetve a levantai területet. És így alakult meg az iszlám állam Irakban és a Levantban, az a Daesh kifejezés, ez ugyanazt jelenti, amit angolul fel van írva, ennek az arab változata, ők inkább a Daesh szokták használni. És 2014 júniusában kiáltották ki az iszlám államot. Hát ő az Abu Musab al-Zarqawi, aki létrehozta az egészet, hál' Istennek már csak halotti kép van róla. Abu Bakr al-Baghdadi, aki 2014-ben létrehozta az iszlám államot. Ez a fiú, ez iraki származású, mint ahogy a nevében is benne van, oda járt az ottani egyetem iszlám szakára, alap, mesterképzésre, ott szerzett doktori fokozatot is, tulajdonképpen egy visszahúzódó ember, de arra az viszont nagyon jó volt, hogy ezt az egész iszlám államot, illetve a kalifátust irányítja, és kinevezte magát kalifának. Ha megnézzük a vezetőket, akik jelenleg az ISIS-nek, vagy az iszlám államnak a vezetői, nem megyek bele részletekbe, de azért szeretném hangoztatni, vagy hangsúlyozni, hogy ezek a személyek valamennyien korábban a Saddam Hussein hadseregének a tagjai voltak, vagy a Bászpárt vezetői voltak, de inkább a Saddam Hussein hadseregének a vezetői. Tehát amit az elején említettem, hogy ezek nagyon gyorsan elmentek a másik oldalra, ez jelentkezik a szervezetben is. Ha megnézzük azokat a struktúrákat, amit itt az ábrán lehet látni, akkor felvillanthatom azt, hogy van egy pénzügyi tanács, van vezető jogi kérdésekkel foglalkoznak, külön védelemmel kapcsolatos dolgok, jogi kérdésekkel, a toborzási tevékenységgel, biztonsággal, hírszerzéssel, és egy nagyon lényeges kérdés a média. Az iszlám állam médiájára azt tudom mondani, hogy kiváló. Nagyon jól csinálják, hogy most ennek mi az eredménye, sajnos tudjuk látni, ezt láthatjuk. Ha egy másik struktúrát vázolunk fel, ugye, akkor élén Ibrahim kalifa, aki nem más, mint Abu Bakr al-Baghdadi, és itt láthatjuk, hogy a helyetteseik, azok ugye külön Irakba és külön Szíriába van neki helyettese, valamennyi, mint ahogy említettem, a Saddam Hussein hadseregében volt. Hogy milyen szervezeti struktúrák vannak, azt lehet látni az ábrából. Tulajdonképpen fölmerül az emberbe a kérdés, hogy hogyan lehet meghatározni ezt a szervezetet. Ez most állam, azt mondjuk, hogy iszlám állam. Vagy azt mondjuk, hogy gerilla szervezet, vagy azt mondjuk, hogy terror szervezet. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy egyik sem. Nem felel meg az állam kritériumainak. Hát két államban hozták létre, ugye egy harmadikat. Állam feladatai közül néhányat megoldott, viszont sokat nem. Ha azt mondom, hogy gerilla szervezet, akkor talán közelebb vagyok a igazsághoz. Ezért én azt szoktam mondani, hogy gerilla szervezet, ami szeretne állam lenni, és terrorista módszereket alkalmaz. Ez ilyen sajátos meghatározás, amit én találtam ki, de végül is azt hiszem, hogy nincs messze az igazságtól. Érdekeltségi területe. Hát érdekeltségi területe három részből tevődik össze. Van egy úgynevezett belső gyűrű a Közel-Keleten, ami nem más, mint Irak, illetve Szíria szomszédai. Illetve hát van egy-két olyan, ami távolabb esik, de hát Jordánia, Izrael, palesztin területek, Libanon, hát és természetesen Irak és Szíria.
Közel külföld alatt ők egy másik lépcsőben, amit meg szeretnének hódítani, remélem ebbe sincs igazam, ez a Marokkótól Pakisztánig terjedő terület. Tehát ez lenne a közel külföld következő céljuk. És van a távol külföld, Európa, Egyesült Államok, Dél-Kelet-Ázsia, és még egy nagyon fontos dolog, a kibertér. Kérem, ne lepődjünk meg, ha az iszlám állam részéről kibertámadásokkal fogunk találkozni, már Magyarországon is előfordult, máshol is előfordult, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy rettenetes intenzitással toborozzák az informatikai szakembereket. Tudjuk, hogy a manapság a kiberháborúnak mi a jelentősége. Ezen az ábrán lehet látni az érdekeltségi területeket, tehát tulajdonképpen a belső gyűrű, középső gyűrű, és aztán menjünk tovább szerte a világban, ahol ők szeretnének elterjedni. Ugyanez arabul is megvan. Hát az a szír konfliktus, amit említettem, hogy nem volt egy szerencsés dolog, hogy nem kezeltük, vagy kezelte a nyugat megfelelően. Egy egyszerű, nem szeretem az arab tavasz kifejezést használni, mert nem tavasz, én arab változásokat szoktam használni. Azzal kezdődött, hogy polgári engedetlenség, mint ahogy ez több országban előfordul, intenzíven felhasználva hozzá a szociális médiának a lehetőségeit, és ez a tüntetés, ez folyamatosan kiterjedt az országba, fegyveres felkelés, támadás, és tulajdonképpen 2013-ig kialakult egy patthelyzet. Szír szabad hadsereg létrejöttek különböző ellenálló szervezetek, akik próbálták a szír köztársaságot megdönteni, több-kevesebb sikerrel, mai napig nem sikerült, még ugye ezt tudjuk. Nyugati támogatás az hallgatólagos volt. Volt, amikor intenzívebb, volt, amikor nem. Amerika Egyesült Államok úgy döntött, hogy közvetlenül nem avatkozik be, de felkészíti az ellenállókat. Azok az ellenállók sokan kaptak amerikai fegyvert, ez az amerikai fegyver átkerült az ISIS kezébe, és vannak olyan nézetek, akik azt mondják, hogy kérem, az amerikaiak felszerelték az ISIS, ami aztán nem igaz, de végül is ez volt az eredménye, hogy azok az amerikai fegyverek, amiket az ellenállóknak adtak, nem csak a fegyverek, hanem az emberek, átkerültek az ISIS-hez. Ismerjük a vegyi fegyvereknek a történetét, tudjuk, hogy azért ezt nagyjából elszállították, lehet ma még találkozni olyasmivel, hogy azért még valami maradt ott, és ezzel gyakorlatilag ugye orosz kezdeményezésre indult ez egész, sikerült elérni azt, hogy Bashar al-Assad megmaradt a vezetésbe. Az én magánvéleményem az, hogy Bashar al-Assadra egyelőre szükség van. Tehát őt szeretik, a lakosság megbízik benne, és egy darabig azért őt nem kellene elzavarni, ha oda jutnánk, mint Irakba és Líbiába. Tehát egyelőre átmenetként őt kezelni kellene. Hát ezzel foglalkoztak ugye bécsi tárgyalásokon az elmúlt hetekben, és még ez a tárgyalás sorozat folytatódik, hogy most tulajdonképpen akkor mi legyen Bashar al-Assadnak a jövője. De oroszok sem nagyon ragaszkodnak hozzá, hogy mindenképpen megmaradjon, az irániak szeretnék, ha megmaradna, de végül is ők sem ragaszkodnak hozzá, hát az Omán felajánlotta neki, hogy hozzájuk elmehet és hogy nyugodtan élhet, hát egyelőre ő nem akar ezzel élni. Aztán ugyan 2014-ben a felkelők elkezdtek rettenetes módon osztódni, alszervezetek jöttek létre, és ma már annyi szervezet van Szírián belül, hogy összeszámolni sok lenne, azt pedig tudni, hogy kikivel van, az még nehezebb lenne. 2015. szeptemberét szeretném kiemelni, mint egy új időpontot, amikor megkezdődött az orosz beavatkozás. Hogy most ez jó vagy nem jó, arra azt tudom mondani, hogy azt az állóvizet, ami ott volt, köszönöm szépen, persze ez háború azért, nem olyan állóvíz, de megkeverte, és egy új, szabad azt mondanom, idézőjelben lendületet vitt ebbe az egész küzdelembe. Tulajdonképpen miről van itt szó? Sokféle magyarázat van. Azt mondják, hogy a felkelő nép küzd a demokráciáért a diktatúra ellen. Hát az azt jelenti, hogy a demokrácia, az ugye közel-keleten nem tudjuk, hogy mit jelent. Az európai demokrácia, meg a nyugati demokrácia, azt szokták mondani, hogy köszönjük szépen, mi ebből nem kérünk. Ezt mi már megkaptuk korábban, ez nem kell nekünk. Assad szemében az összes vele szemben álló erő az terrorista. Hát most terror magyarázatokban nem akarok belemenni, hogy ki a terrorista, vagy ki nem. Lehet azt mondani, hogy a szunita többség harcol, a síta kisebbség is annak szövetségesen jelen, igaz?
Az ottani sítákat alavitáknak nevezzük, ugye igazság szerint a síták sem fogadják el, tehát nem tekintik őket komolynak, de hát viszont a Bashar al-Assad ehhez a törzshöz tartozik. Aztán mondok még vadabb dolgot, mert ugye az emberi elme az korlátlan. A cionisták által mozgatott USA és szövetségese az Al-Qaida próbálja felmorzsolni a független világi Szíriát. Tehát ez elég nagy zavaros dolog, amit mondanak, de tiszteljük másoknak a véleményét, ugye, Chatham House szabályai szerint. És tulajdonképpen valójában miről van szó? Valójában arról van szó, hogy Al-Qaida ihletésű dzsihadista különítmények harcolnak mindenki ellen, aki nem szélsőségesen vallásos szunita, tehát tiszta szunita államra van nekik szükségük, és pénzért, meggyőződésből bárhova mennek harcolni, ahol lehetséges egy iszlám emirátus megalakítása. Azt hiszem, ez az igazság. A zsoldosok, akik elmennek harcolni, mit néznek? Adnak-e pénzt, és hol adnak többet? Ahol többet adnak, oda mennek. Erről szól a zsoldos hadsereg. Hogy kik a résztvevők, azokat azért nagyjából tudjuk. Bashar al-Assad mellett az Oroszország, Irán, Hezbollah, Kína érdekes politikát játszik. Kínánál azt kell látni, hogy az zavarja őket az ujgurok. Nem szeretnék, ha szeparatizmus lenne Kínába. Voltak olyan hírek, hogy a kínaiak hadihajót vezényeltek a térségbe, nem megerősített információ. Voltak olyan információk, hogy légvédelmi rakétákat küldtek Bagdad mellé, iraki kérésre. Elképzelhető. Tehát a kínaiak is odafigyelnek, nyilván Bashar al-Assad oldalán. De nem az a meghatározó, hanem Oroszország, Irán. És ma már az a fura helyzet alakult ki, hogy egy országon belül az Egyesült Államok harcol. Oroszország is jelen van az orosz légierővel elsősorban, és hát ott van olyan körülbelül 2000 fő a Hezbollah, ami azért köztudottan terrorszervezetnek minősíthető, Izrael nagy bánatára, úgyhogy ebből elég komoly probléma adódik. Szír szabad hadseregnél nem biztos, hogy tudjuk, hogy ők mennyire támogatják azt, hogy Bashar al-Assadot eltávolítsák a vezetésből, illetve a frakciók mennyire tudnak együttműködni. Sok-sok dzsihadista csoport van. És hát ugye ott van az iszlám állam, amit majd térképen mutatok. És ami a legnagyobb probléma, vagy legalábbis nagyon nagy probléma az, hogy rengeteg etnikai csoport van. Hát ott vannak ugye a szunita arabok, ott vannak az alaviták, ott vannak a keresztények, ott vannak a zsidók, és ott van még nagyon sok apróbb etnikai csoport, akik hát nem nagyon értik meg egymást. Ha ezt ábrázolni akarjuk, és be akarjuk mutatni, hogy hogy néz ki, ebből nagyjából lehet látni, hogy kikével van, kiki ellen van, de én mutatok egy sokkal rosszabbat és sokkal bonyolultabbat. Ha valaki meg tudja fejteni ebből, hogy kiki mellett van, kiki támogat, és kiki ellen van, annak fizetek egy sört a holnapi délután folyamán. Most sajnos ez nem vicc, ez ilyen szomorú helyzet, amiből ugye nagyon nehéz kihámozni azt, hogy kiki ellen harcol. Még szomorúbb számunkra az, hogy európai harcosok is ugye megjelentek az iszlám államban. Itt lehet látni, hogy körülbelül, ennek pontos adatok nincsenek, körülbelül melyik országból mennyi harcos van. Hát Franciaország vezet az 1200 főjével, ez lehet, hogy már 1500. Azt azért számunkra látni kell, és nem valami megnyugtató, ez a szám. Nyugat-Balkáron 400-an vannak. Na most, ha ezek közül visszajönnek egy páran, mondjuk az a számolni kell, hogy ezeket a külföldi harcosokat bevetik háborúba. Tehát ezeknek körülbelül 30%-a meghal. De akik hazajönnek és akik közül szélsőségesek lesznek, az rendkívül nagy problémát fog okozni. Múlt héten voltam egy konferencián Stockholmban, ahol radikalizmusról, deradikalizmusról, deradikalizációról, illetve terrorizmusról volt szó Európai Unió szervezésében, illetve a nyugatnémet rendőrség szervezte, Bundeskriminalamt, és ott nagyon sokan elmondták, spanyolok is, németek is, britek is, hogy rendkívül aggódnak a visszatérők miatt. Olyannyira, hogy azon gondolkodnak, hogy nagyon kemény rendszabályokat kéne bevezetni, ebben benne van még az állampolgárság visszavonásának kérdése, benne van az útlevél visszavonásának kérdése, ha valaki ilyen szervezethez, mint az iszlám állam csatlakozik. Tehát látszik, hogy Európa ettől tart és ettől fél. Érdekes dolog, itt azért ebből a képből lehet látni, hogy nem csak Európából vannak ott, hanem azért ugye nagyon sokan mennek a közel-keleti országokból.
És például mondjuk Tunéziából vannak a legtöbben ott. Nem, mert nem is gondolnák, pont egy olyan ország, mint Tunézia, sőt, ők adják az iszlám állam vezető garnitúráját. Érdekes, de ez van. Hát aztán látunk ott szaudiakat, és látunk távolabbi országból is, a sztánok közül, ami szintén mondjuk az oroszokat rendkívül módon zavarja. Tehát tulajdonképpen egy nemzetközi koalíció, nem koalíció, egy nemzetközi társaság jött létre itt az iszlám állam keretében, akik alapvetően zsoldosok, tehát ővelük nem komolyan számolnak. Most ők kapnak azért havonta olyan 2-3 ezer dollárt, amiért harcolnak, és ott harcolnak, ahol kell, a helyiek. Tehát a szírek vagy az örökiak ettől lényegesen kevesebbet kapnak, de van állásuk és tudnak dolgozni. Időzelben mondtam a dolgozást, amit harcolás jelent. Érdekes dolog, hogy az idegen harcosok közül az iszlám lakosság arányában Finnországból vannak a legtöbben. Ember nem gondolná, hogy Finnországból mennének ennyien. Aztán Írország, Ausztrália, Belgium és Dánia vezet az európai országok közül, akik oda küldenek különböző harcosokat, nem küldenek, mennek. Nemzetközi szereplők. A nemzetközi szereplők közül, hát ugye fontos kérdés az, hogy Putyin mennyire tud megegyezni az irániakkal. Úgy tűnik, hogy igen. Ennek konkrét bizonyítékát látjuk abban, hogy ők azért egyeztetnek a katonai akciók végrehajtását illetően. Putyin igyekszik Obamát befolyásolni, és azért Putyin most abban a képben tetszelek, hogy ő most ott majd rendet fog csinálni, ha az amerikaiak ennyire bénák, hogy nem tudták ezt megoldani. Ő pedig, Assad tulajdonképpen a szenvedő alany. Én akkor Izraelbe szolgáltam, mikor őt kinevezték, mikor a papa meghalt, nem akart ő elnök lenni. Tehát a testvére, ő ugye meghalt, és azt mondták neki, a mögötte állók, az a hadsereg, titkosszolgálatok, hogy legyél elnök, majd mi megmondjuk, mit kell tenni. Na hát azóta is megmondják, és tulajdonképpen szabad ilyen csúnyát mondani, az elnök úr egy báb ezeknek az embereknek a kezébe, a bász rendszernek a hívei egyértelműen. Hát ugye a támogatók közül egyértelműen ott van Oroszország, Kína, és még itt hiányzik egy ábra, de hát ezt én így loptam valahonnan, még Iránnak mindenképpen ott kellene lenni. A szír katonai erőkre azt tudom mondani, hogy létszámuk jelentősen csökkent. Szír lakossága 23 millió volt, most úgy durvá 22, ami a haderő létszámát illeti 178 ezer fő. Azt tudom mondani, hogy a szír hadsereg gyakorlatilag majdnem teljesen szétesett. Ami stabil, az a negyedik páncélos hadosztály, ami szemben van a Golán fennsíkkal, Izraellel értető módon, azt nem bántották, a többit mind leszervezték, kisebb alakulatokat hoztak létre. Régi erő többé-kevésbé megvan, de elég sokat veszítettek közülük, tehát azt tudom mondani, hogy egy erősen meggyengült hadseregről van szó. És tulajdonképpen azért volt az, hogy az oroszok beavatkoztak, és azt mondják, hogy egy kicsit őket megerősítjük. Fölhozzuk a szír hadsereget arra, hogy támadó képességgel rendelkezzen, és első lépcsőben azokat a ellenállókat semmisítsék meg, akik ott vannak a közelben. És utána már megyünk tovább, akár az iszlám állam, akár más irányban. Tudjuk azt, hogy a orosz stratégia azért egy-két győzelmet ma hallatott a történelemben, valami Napóleon nevű úriembert is megvertek, sőt a Bajszos bácsit is bekényszerítették a németországi bunkerba, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a szír hadsereget, ha sikerül fölhozni valamilyen szintre, akkor ennek a bevetésével talán az ellenállókat vissza lehet fogni, mert a probléma, az ellenállók meg a másik oldalon kapnak fegyvert. Amerikaiaktól. Légi úton, szárazföldi úton. Na most akkor tulajdonképpen miről beszélünk itt? Egy amerikai orosz szembenállásról? Azt hiszem nem vagyok messze az igazságtól, de igen. Sőt, tovább megyek egy más területre, akkor ennél volt is azt tudom mondani. Hát jó, hogy ezt mondjuk az újságok nem így írják. Még egy dolgot a szír hadsereggel kapcsolatban. A szír hadsereg technikája az arab országok közül majdnem egyedül csak kizárólag oroszra épül. Tehát nekik orosz fegyvereik vannak. Hát mi szállítottunk annak idején nekik, kiképeztük a tisztjeiket, hát nekünk jó kapcsolatunk volt annak idején a szír hadsereggel. Van egy gyenge haditengerészetük, és hogyha megnézzük a légerőt, az még 21-es, 23-as és 29-es gépből áll, jelentősen csökkentek a képességek. Amiket ők alkalmaznak, az a tűzerő. Harckocsikat vetnek be, légerőt vetnek be, és tűzérséget alkalmaznak. És tulajdonképpen igyekeznek külső erőkre is támaszkodni.
hát ugye a szír szabad hadsereg, ami próbál ellene kialakulni, és próbálják a nyugatiak is támogatni, hát több-kevesebb sikerrel látjuk a technikájukat. Ellenállóknak mindenük van. Na, akkor nézzük meg az iszlám állam katonai erőit. Na most azt mondtam, hogy terrorszervezet, tud nekem valaki mondani, hogy van terrorszervezet, akinek mondjuk harckocsiaik vannak, T-54-es, T-55-ös, T-72-es, és M1-es Abrams harckocsi, tehát amerikai harckocsiaik vannak. Hogy szerezték? Ezt lopták. Ugye nagyon egyszerűen meg lehet a arabokat vesztegetni, meg vannak embereik, bementek a laptanyával, elfoglalták a laptanyát, fegyvert, lőszert már is tudtak szerezni. Aztán vannak BTR-ek, vannak Humvék, tehát amerikai Humvék, vannak tarackok, vannak páncélhárító fegyverek, tehát tulajdonképpen a terrorizmusban egy új időszak kezdődött az iszlám állam létrejöttével, amelynek során nehéz technikát is alkalmaznak. De persze azért ne felejtsük azt el, hogy nem ismeretes az, hogy a szírektől mennyit vittek el, de nincs utánpótlás. Tehát nem tudnak javítani, mert nincs javítóbázis. Ha tönkrement a technika, akkor ott adják. Kiképzés nem folytatnak, és tulajdonképpen elegendő lőszerrel sem rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy ha ezt visszafogjuk, nem tudnak lőszert szállítani, nem tudnak szerezni, akkor a képességük le fog menni, és akkor lehet lépni a megsemmisítés területén. Viszont azért ma még az kell, hogy mondjam, hogy egy mozgékony csapatról van szó, vegyes eredetű nehéz technikával rendelkeznek. Látjuk ugye az amerikai technikának a felvonulását is, van nekik egy jó pár, és oda jutottunk, hogy amikor az amerikaiak vagy a szövetségesek támadnak, akkor azt mondják, hogy tulajdonképpen most kit kell nekünk lőni? És megy a repülőgép, és azt mondja, na nézd már, hát ezek a mi harckocsaink, ezek a mi tüzérségi eszközeink, na azt kell megsemmisíteni. Egy kicsit ciki ez a helyzet, de ez így működik. Mit jelent az iszlám állam kihívása? Hát sérti az érdekeinket. Amerika Egyesült Államokét is, és a szövetséget is, egész Közel-Keleten. Azért ez egy olyan különítmény, vagy terrorszervezet, vagy gerilla szervezet, nevezik, ahogy akarjuk, ami a létrejöttével az egész egyébként is rendkívül áttekinthetetlen és bonyolult szírhelyzetet még tovább bonyolította. Irakiak nem tudnak vele mit kezdeni, az iraki hadsereggel nem foglalkoztam, de körülbelül 170 ezer fős, ők sem képesek arra. Szégyelletjük magunkat, hogy nem tudtuk őket rendesen kiképezni, szétszaladtak, ez várható sajnos a jövőben is. Mit lehetne tenni? Megakadályozni azt, hogy az iszlám állam újabb területet foglaljon. Ha van nekem egy összefüggő területem, akkor onnan támadást tudok végrehajtani. Tehát ezt meg kellene akadályozni. Ez benne van az orosz elgondolásban. Vágjuk ketté, vágjuk több részre, mint hogy az Izrael csinálták Gázába. Szondták, hogy három részre osztjuk. Három rész között nincs átjárás, majd szétszedünk benneteket apránként. Csak bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy az a iraki állam területe körülbelül akkor, mint Nagy-Britannia, ami azért nem kicsi. Tehát támadáshoz nyilván szükség van a kormányerőknek, akár Irakot, akár Szíriát nézünk, és tulajdonképpen már a két frontvonal az teljesen összekapcsolódik. Hát amit most mondok, ami cél lenne, az nagyon nehéz. Megakadályozni az iszlám állam külföldi terjeszkedését. Ez valóban stratégiai cél lenne, de hogyan? Majd fogok utalni, hogy terjeszkedik, és mennyire jó gyorsan halad ez a folyamat előre. Iszlám állam elszigetelési a lakosságtól. Ezt én itt nyugodtan kijelenthetem, ennek a megvalósítása nem voltató meg. Be van épülve a lakosságba. A lakosság azt mondja, hogy ők adnak nekünk enni, ők adnak nekünk munkát. Ők biztosítják az életfeltételeinket, akkor hogy lehet ezt szétválasztani? Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Ez jelenti azt sajnos, amit itt az aljára fölírtam, hogy hosszú küzdelemre kell számítani, tehát ez nem holnap következik be. És tulajdonképpen most arra nincs idő, hogy ezt elemezzem, hogy mit jelent a globális dzsihád mozgalom. De ez az egész iszlám állam, az egész ISIS része ennek a globális dzsihád mozgalomnak, aminek az a lényege, hogy egy tálib típusú kalifátus hozzanak létre, és ez lehetőleg rövid időn belül a kelet-mediterrán térségben terjedjen el. Az a sajátossága még ennek a szervezetnek, hogy az Abu Bakr al-Baghdadi kinevezte magát ugye kalifának, ezzel egyben ellentétbe került az Al-Qaida vezetőjével, Zawahirivel, mert ugye, hogy szokták mondani, két dudás meg egy csár, de az valahogy nem jön össze. Ráadásul az Al-Qaida nem feltétlenül egyezik meg a felfogásban az iszlám állammal.
nem fogadják el azt, hogy az arabokat pusztítják. Rengeteg arabot megöltek, ugye ismerjük az iszlám állam módszereit, ezt a Al-Qaida központi vezetése nem fogadja el. Viszont ha abból az oldalról közelítjük meg, hogy új hadviselési elveket vittek be a gerilla módszerek közé, akkor azt tudom mondani, hogy ebbe újat alkottak, ha egyáltalán ez dicsőség. Az Európát érintő veszélyek közül ugye azzal kell számolni, hogy ha ezek a ott lévő zsoldosok vissza fognak jönni, hát tőlünk is vannak ott egy páran, nem sokan, ugye, ki mit mond, több forrás lehet ezzel kapcsolatban látni, de hát többen 10-20 körül lehetnek. A héten, amikor most voltam erre konferencián, ott a szerb kolléga azt mondta, hogy tőlük körülbelül 40-en vannak Szerbiából, ami azt jelenti, hogy azért nem olyan messze vannak ezek tőlünk, mármint Magyarországtól. És ahogy ezen a konferencián is figyeltem, az izgalmat itt főleg a visszatéréssel foglalkoztak. Az, hogy ki megy oda, az az ő bajuk. Mi lesz a visszatérek, és hogyan tudjuk ezt megakadályozni, erre ki kell valamit találni, és akár nagyon szigorú szabályokat kell bevezetni. Probléma az iszlám államnál az, hogy integrálja a különböző szervezeteket. Már nem itt ezen a térségben, tehát nem Irakban és Szíriában, hanem attól távolabb. És igyekszik a globális dzsihás törekvéseket vezetni. Észak-Afrikában sínai félsziget, tessék megnézni az orosz gép lelövését. Ugye szépen elmondták, hogy az hogyan és milyen módon. Jó, nem akarom dicsérni az egyiptomi biztonsági szolgálatot, elég gyengén működik, de aki járt már ott nyaralni, az ismeri az ellenőrzés szállodába, úgy lehet bemenni, hogy akar, úgy azt hisz be, amit akar, csomagba be lehet tenni bármit, tehát nem akarom én ezt részletezni, ne bántsuk az egyiptomi barátainkat. Hát aztán utána következik a továbblépés, és ezeknek a különböző távolabbi szervezeteknek a segítése, illetve különböző tanácsok adásával tudnak kellemetlenséget okozni a világban. Tehát túl lép a területen. Pénzügy. Pénz nélkül nem megy ez a játék, tehát kell. Terrorizmusban új dolgot hozott a pénzügyi utánpótlás területén, ugye? Mert saját magának is szed adót. A pénzügyi forrásának jelentős része bűnözésből származik. Hát egyszerűen föltörnek bankot, bemennek és kiszednek minden pénzt, vagy különböző üzemanyag szállítmányokat elrabolnak, kutakat megszereznek. Aztán adóztatják az embereket, ha valaki fölvesz mondjuk bankból pénzt, akkor 10% adót fizet, ami azért elég sok. Aztán azt mondják, hogy védelmi pénzeket nyújtunk. Médiának azt mondják, hogy gyerekek, mi meg fogjuk szervezni azt, hogy a ti rádióállomásokat vagy a tévéadókat ne zavarja senki. Védelmi pénz, akkor ide. Legyetek szívesek befizetni ezt a pénzt. Aztán emberrablás, csempészet, szervkereskedelem, tehát amit el lehet képzelni, minden. Rablás, régiségkereskedelem, hát ezekben nagy pénzt lehet szedni. És ezzel keményen élnek. Ugyanakkor azt is meg kell mondani róluk, hogy az infrastruktúrát nem fejlesztik. Tehát ezzel nem törődnek. Ezt miért nem csinálják meg az irakiak, meg miért nem csinálják meg a szírek. Ők ezzel most jelenleg most nem foglalkoznak. Azt viszont el kell mondani, hogy az ottani életviszonyokhoz képest az alkalmazottaikat jól fizetik. Tehát ez megint azt támasztja alá, hogy népszerűek. Adó az nagyon megy, ahhoz piszkosul értenek, mindenre adót szabnak ki, és hát fizetéseket keményen megadóztatják, úthasználatot vezettek be Észak-Irakban, $200, ugye az azért nem kevés pénz az ottani fizetésekhez képest, átmenő teherautókat rendesen megfizettetik, $800 per gépkocsi, tehát aki ott állt akar menni, az fizet. És aki nem muzulmán, az fizet védelmi pénzt. Amúgy szeretettel várjuk azokat, akik be akarnak térni. És azok mindjárt jobb helyzetbe kerülnek, sőt fizetünk nekik. Hát a diszlokációját megnézzük az iszlám államnak, akkor abból lehet látni, hogy ugye elsősorban települések közelében, folyók mentén, tehát olyan helyeken, utak mellett, ahol az életfeltételek biztosítva vannak. Ha a szíriai hadműveletet területet nézzük, akkor figyelembe kell azt venni, ugye, hogy tulajdonképpen itt a pirossal jelölt a szír erőknek a állásait jelenti, de egy csomó zölden jelölt, ugye ezek a lázadók, és ha megnézzük ezt a déli területet, azért ott elég sokan vannak a lázadók közül. Hát a lila az az iszlám állam, látjuk, hogy mennyire szét van terjedve, aztán a sárgával jelöltek pedig a kurdok.
külön beszélhetnénk a kurdok helyzetéről, Törökország politikájáról, kurdokkal kapcsolatban és Törökország elgondolásáról. Elég kérdéses, szóval nem játszanak tiszta lapokkal a török barátaink. És hogyha a területet nézzük, ugye most a törökök tettek egy olyan javaslatot, ami menekült kérdésben is egy megoldás lenne, ha tetszene az európaiaknak, hogy kérem, itt hozunk létre egy 40 kilométeres ütköző zónát, egy buffer zónát, oda rakjuk a menekülteket, Törökországból telepítsük át, nem sokan vannak, csak 4 millióan, telepítsük át őket ide, fizesse az Európai Unió, fizesse az ENSZ menekültügyi ügynökség, és akkor azt jelenti, hogy itt lesznek a menekültek, Szíria területén, otthon. Na most ebben van egy hátsó gondolat, azt azért látjuk a törököknél, akkor ezt a területet csatoljuk már majd ide, jó? És akkor a kurdok lehetőleg ne nagyon beszéljenek. Tehát nem kell nekik ravassági a szomszédba menni, csak hát más se hülye ebben a kérdésben, úgyhogy nem nagyon fogadták el ezt az elgondolást. Hát a kegyetlenségeket ismerjük, ugye? Itt csak ezt szeretném kiemelni, hogy keresztények, még egyszer mondom, keresztények. Hát aki nem fogad szót, azt röviden elintézik. Aztán ugye templomokat, mecseteket is, ami síta tönkreteszi. De érdekes dolog, hogy a síta szent helyeket nem merik megtámadni. Ott nagyon óvatosan tudják, hogy ott van Irán, és szétcsapni őket, hogyha a síta szent helyeket bántják, mondjuk Kerbalát vagy ilyesmit. Aztán nekiestek a műemlékeknek, szétverik őket, amit nem tudnak felrobbantani, azt ugye használhatatlanná teszik, vagy eladják, amit lehet. A műkincseket el lehet adni. Aztán jönnek ezek között, ezen következtében menekültek, látjuk, hogy mennyi van, halljuk a médiában, körülbelül megfelel a valóságnak. Hát ami nagyon problémás, ugye 4,5 milliós Libanonban van 1,5 millió menekült. Jordániában is nagyon sokan vannak. Irakban is sokan vannak. Hát Irakból annak idején a háború alatt menekültek Szíriába. Szíria befogadó ország volt. Libanonnál pedig az a helyzet, hogy szoros gazdasági kapcsolat volt Szíria és Libanon között. Nos, Szíria és Libanon között a különbség körülbelül akkora, mint hogyha mi innen átmegyünk Ausztriába. Tehát a két ország közötti különbség ez Libanon javára. Ez azért körülbelül ilyen, még akkor is, ha ott háború volt, meg háború van. Úgyhogy ez egy nagy tragédia, egy nagy csapás. Ugye a menekültábor, amely Törökország déli részén van, tulajdonképpen túl sokat nem foglalkoznak velük, de hát közelmúltban voltam nyaralás céljából Törökországban, és érdeklődtem, hogy mi van itt a menekültáborokban, nem foglalkoznak velük. Mert látja őket az ENSZ, ad nekik némi pénzt az Európai Unió, akikkel a törökök foglalkoznak és állandóan sírnak. Lének az a PKK, PKK, PKK. Hát ugye vannak harcok, tehát ők nekik ez rendkívül fontos. Ugyanakkor azt is látni kell, és ez a menekült áradatnak egyik problémája, hogy ezek az emberek kevesebb ellátást kapnak. Az ENSZ menekültügyi szervezete nem kapott elég pénzt, ebből adódóan kevesebbet ad a menekültáboroknak, ami hát ellátásbeli problémát okoz. A többi következményt azt látjuk, ismerjük, tudjuk. Mi a veszélyesebb helyzet? Potenciálisan veszélyesebb helyzet az, ha ez a szervezet, mármint az iszlám állam, elkezd terjedni Algériában, Tunéziában, Líbiában, Szíria-Irak adott, illetve Afganisztánban, Egyiptomban és Jemenben. Emiatt nagyon aggódhatunk, és aggódnak ezek az országok is, és sajnos ezek a szervezetek ott megjelentek. Itt most nekem nincs időm, hogy ismertessem, hogy hol, kik, milyen támadást hajtottak végre, de ezek valójában megtörténtek, ami hát finoman kifejezve is aggasztónak számít. És innen lehet látni, hogy hol voltak támadások, amit Szíria és Irakon kívül az iszlám állam hajtott végre, illetve hozzájuk köthető. Ami a nemzetközi kooperációt, vagy a nemzetközi együttműködést illeti, hát látjuk azt, hogy tulajdonképpen radikális iszlám szervezetek egymással igyekeznek kapcsolatba kerülni, vagy vezetéssel, vagy vezetés nélkül, de ez sajnos működik. És hogyha ezt a ronda rajzot megnézzük, mint a rák, úgy terjed, ugye, és hát az Al-Qaida, vagy a Boko Haram Nigériában, az Al-Shabaab, tehát ezek a szervezetek szépen próbálnak hűségesküt tenni az iszlám állam mellett. Amit az elején mondtam, hogy az iszlám állam plagizál, ez a plagizáció, hogy próbálja az Al-Qaidát utánozni. És ez sajnos sikeres.
Sikeres az, hogy az iszlám állam embereit ugye készítik Jemenbe, ott is jelen vannak, már azt lehet látni, hogy Pakisztánban is jelen vannak, na most Pakisztán elvenem egy stabil ország, Isten tudja, hogy Pakisztán mikor esik szét, na most még oda az iszlám állam beteszi a kezét, az egyáltalán nem lesz jó. Aztán a sínai félsziget, amely az egyiptomiaknak nagyon komoly fejfájást okoz. Nem csak azért, mert a sínai félszigeten ott vannak ugye üdülőhelyek, amely Egyiptom bevételének jelentős részét képezi, hanem azért is, és azért is félnek, mert tovább megy. Tehát átmennek a csatornán, és az egyiptomi területen is lesznek merényletek. Aztán ugye nem messze van már onnan majd Líbia, ahonnan azért meglehetősen sok fegyvert kaptak ezek a szervezetek. Tudjuk azt, hogy a líbiai háború idején, hát még csak ha repülőgépek ellenős használható kézi légvédelmi fegyverekről beszélünk, kb. 5000 darabról fogalmunk sincs, hogy hol van. Tehát rengeteg fegyver kikerült Líbiából. Azt mondta ugye annak idején a Kadhafi, kérem, ha engem bántotok, akkor én kinyitom a raktárakat. Kinyitott a raktárakat. Na, azt szívjuk meg. Ha engem bántotok, akkor engedem a menekülteket. Engedi a menekülteket. Tehát jönnek rendesen, ami azt jelenti, hogy ennek a visszafogása azért nem lesz egy egyszerű dolog. Hát ugye itt van a múlt heti sztori. Ez az orosz gép, aminek most már az amerikaiak szerint 99,9%-ban ezt merénylettel hozták le. Ami azt mutatja, az iszlám állam ugye ezt fölvállalta, sajnos olyan az egyiptomi biztonsági helyzet, hogy nagyon észnék kell lenni, ha valaki oda megy, mert bárkinek a csomagjába be tudják csempészni, tudtán kívül fölkerül a gépbe, és a repülésben egy nagy ellenség van az a föld, ha azzal találkoznak. És hogyha erre rá fogják bizonyítani azt, aminek persze nagyon komoly érdekek vannak. A repülőgép gyártó cégek nem szeretnék, hogyha azt mondanák, hogy a motor meghibásodott, abban komoly perek lesznek. Igaz? Turizmus tönkre megy, Egyiptom meghal. Na most én nem csak a turizmus látom a mögött, hanem az, hogyha egyiptomi gazdaság megroppan. Hölgyeim és Uram, 84 milliós országról van szó, legnagyobb arab országról. Ha ott problémák lesznek, akkor ez tovább fog terjedni, és nagyon nehezen tudják megállítani. Tudnék az emberek, hogyha elégedetlenek lesznek, mint ahogy Mubarak idején kimentek, a Mursi idején kimentek, most is ki fognak menni, ha a megélhetés lesz. Már pedig a megélhetés sajnos ebben az országban meglehetősen nehéz. Meg a korrupció is, meg a baksis is, ismerjük ezeket a játékokat. Hát ugye kik vesznek részt az iszlám állam elleni támadásba? Alacsony szintű. Tehát a támadások száma meglehetősen kevés. A szövetségesek nem igyekeznek nagyon beszállni ebbe az egész játékba, amit látunk azon, hogy például a támadásoknál a szövetségesek részvétele nem több, mint 5-10%. Az arab országok ugyan azt mondták, hogy ők is részt vesznek légierővel, igen, járőröznek, de nem bombáznak. A nyugatiak sem nagyon. Tehát most ugye a Roosevelt hajót onnan elvitték, az amerikaiak, hát ez karbantartás miatt van, franciák felajánlották, hogy odaviszik a Charles de Gaulle nevű repülőgépanyahajót, ami ezt egy kicsit próbálja majd pótolni. Franciák igyekeznek egy kicsit nagyobb szerepet játszani, de például a kanadaiaknál ugye a választások után azt mondták, hogy az F-18-asokat nem engedik repülni, tehát nem hajtanak végre támadást. Tehát ebből azt lehet látni, hogy a szövetségi rendszer recseg, ropog és inog. Nem mindenki akart az iszlám állam ellen fölépni. Szárazföldi erőknek a bevetése pedig egyelőre nagy csodának kell történni ahhoz, hogy ez megtörténjen. Rengetegen meghalnak, tehát hogyha ott. És orosz hadseregnek a létszáma durván olyan 320 ezer fő szárazföldi erő. Oda kellene körülbelül, hát ha katonai erőviszonyokat nézzük, legalább olyan 250 ezer ember, hogyha ezt komolyan akarjuk venni, és ott meg el akarjuk foglalni azt a területet. Kérdezem én, ki az a politikus, aki ezt felvállalja. Amerikában választások lesznek, Oroszország sem vállalja föl. Tehát itt nagyon nehéz a koalíciónak az összeállítása, és pontosan ezért mondom, hogy ez még sokáig el fog tartani. Hát itt lehet látni ezen az ábra, hogy kik vesznek részt, hát nem mindenki vesz részt katonával, van, aki csak idősében mondtam, pénzt biztosít, vagy logisztikai támogatást ad. Hát egyik ország így, másik ország úgy, minden esetre nem úgy folyik az iszlám állam elleni küzdelem, hogy ezt
rövid időn belül le lehetne zárni. Az oroszok azzal, hogy szeptember 30-án megindultak nyilván előkészítések után, ez a bázis, amiért nekik van tulajdonképpen egy javító bázis. És nem igaz, amit a médiában mondanak, hogy ez az egyedüli, és nem lehet pótani, de hogy nem Ciprusra is tudnak vinni. Görög barátaink mindjárt biztosítanak nekik jó pénzét, természetesen bázist, tehát ezeket nem kell komolyan venni, de nem szeretnék Szíriát feladni. Nekik ez kell. Ezért ugye történtek ezek a szállítmányok, amikkel találkoztunk, ugye, és ebbe, ha nem is a legkorszerűbb, de igen korszerű orosz eszközök vannak, aminek azon kívül, hogy légicsapásokat hajtanak végre, van egy másik oldala is, amiről keveset beszélnek, az, hogy haditechnika eszközöket háborúba próbálják ki. És akkor azt mondom, hogy kérem, fölkínálom eladásra, afrikai országok, közel-keleti országok, tessék jönni, kedves vevők, helyzet az, hogy háborúba helyt állt, jó csapásokat hajtottunk rajta végre, tessék, már is adjuk el, és az oroszokat elsősorban az érdekel, hogy fizessenek, ha lehet azonnal és készpénzbe. Kicsit meglepetést okoztak ezzel az S-300-as rendszerrel, amivel tulajdonképpen a radarokkal egy 150 kilométerre belátnak, úgyhogy tulajdonképpen az izraeli barátunkhoz is átlátnak elég vastagon, aminek következtében idegesek, mert minden egyes mozgást tudnak észlelni az orosz hajóról. Ugye ott van a rakétacirkáló, amiről ha akarnak csapást mérnek, és ugye mindenkinek meglepetést okozott, főleg nyugaton az, hogy az oroszok ugye a Kaszpi tengerről 1500 kilométeres távolságból ilyen 5 méteres találati valószínűséggel manőverező robotrepülőgépeket lőttek ki. És hogyha megnézzük, hogy merre jöttek ugye, hát két útvonalat használtak. Hát Iránnal nyilván lebotolták ezt a dolgot. Irakon keresztül nem nagy művészet jönni, mert ott nincs semmi ellenőrzés, és már is ott vagyunk Szíriában. Ami azt jelenti, hogy a Kalib rakétáknak a használata egy igen nagy meglepetést okozott nyugaton, rendkívül hatékony, és tulajdonképpen lehet ezt tovább ragozni, mert azt mondom, hogy föl vannak ragva, ezeket föl lehet szerelni, és lehet alkalmazni tenger alatt járókról is, ami egy komoly meglepetést okoz. Hát légicsapás eredményeit azt látjuk, ugye sajnos, na most az oroszok meg az amerikaiak légicsapásai. Hát az oroszok, amikor elkezdték a légicsapásokat, akkor itt ugye közel, tehát a rózsaszín, vagy milyen szín, ez a bugyi szín itt, ez tulajdonképpen a szír kormányerők, és onnan hajtották végre az ellenállók ellen a támadásokat. Tehát közvetlen puhították az ellenállókat annak érdekében, hogy majd nyilván tovább menjenek. Hát ebben benne van az orosz stratégia. Aztán nagyon kevés támadást hajtottak végre az iszlám állam ellen. Ők azt mondják, hogy majd ez később, az egy másik fázisban fog történni. Látjuk az eredményeket az orosz támadásokat illetően, és ha megnézzük az orosz meg az amerikai támadást, összehasonlítjuk, ugye orosz itt, az amerikaiak pedig elsősorban itt. Mi a baj? Hát az, hogy az iszlám állam képviselői ezeket az eszközöket, tehát a fegyvereket beviszik a lakott területre, lakosság közé, kórházak, mecsetek, iskolák. Azt megtámadják, mi a válasz? A nyugatiak bántják a muhammedánokat. Szent helyeket támadnak. Tehát ez megint azt jelenti, hogy katonailag ez egy rendkívül nehezen kezelhető helyzet. Áldozatokról lehet beszélni, szövetségesek légicsapásai mennyi halottat okoztak, gyakorlatilag 3600 ember. Oroszok is már bőven a 6-700 halottat produkáltak, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az orosz támadások beindításával az állóvizet meg kicsit megmozgatták, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy hát gyengítik az iszlám államot, majd, amennyiben föl lehet használni a szövetségi erőket, bécsi tárgyalások. Hát ugye a bécsi tárgyalásokon a résztvevők, itt láthatók, hogy hányan voltak, tulajdonképpen két nemzetközi szervezet is képviselő volt, az ENSZ és az Európai Unió, és tulajdonképpen kötöttek ők egy megállapodást, ha valaki megnézi a záró nyilatkozatot, akkor én végigolvastam, és mondom, ez nem nagy dolog. Nem olyan komoly. Szíria egysége fontos. Hát oké, rendben van, fontos. Államintézmények érintetlenek maradnak.
Oké, rendben van. Akkor azt jelenti, hogy ezt az oroszok erőltették ki. Védeni kell minden szír jogait. Hát ez is ilyen, ez a semmi fog meg jó. Egyezzünk meg, védjük ezeket. Diplomácia lépések gyorsítása. Oké, és ez most mit jelent? Mert hogyha ez valami konkrét apró pénz, akkor rendben van. Részvevők támogatják a menekültek visszatérését. Hova, honnan, mikor, milyen módon. Ugye a szétrombolt házakban nem mennek. Hát tulajdonképpen lehet azt látni, hogy az, hogy a szíriai jövőre a szír nép dönt. Ez is megint az oroszok kényszerítették ki. Legyen egy népszavazás. Ha most rendeznének Szíriában egy népszavazás, kinyerné vasárhasszal. Elég egyértelmű. Tehát a nyugat mondjuk ezt nem támogatja. Az egy nagyon pozitív dolog, amit a legalján van írva, hogy tűzszünetet kellene bevezetni, illetve a politikai folyamatot újraindítani. Igen ám, csak én mutattam azt a rajzot, hogy ki kivel van, meg ki ki ellen. Most ezekkel egyezzünk már meg, hogy tűzszünet legyen, és ki fogja ezt ellenőrizni. Szóval rendkívül bonyolult a helyzet, és nem egyszerűnek a megoldása. IS jövője. IS, vagy az iszlám állam ugye nem csak nyugaton, nem csak a térségben, hanem az arab világban is egy veszélyes szervezet. Tehát ővelük nincsenek megelégedve. Amikor azt mondta 2014-ben az Adnani, hogy válasz ki a hitetlen amerikait, franciát vagy bármelyik szövetségesét, verd szét a fejét kővel, öld meg késsel, gázold el autóval, dobd le egy magas hegyről, folytsd meg, mérgezd meg, hát köszönöm szépen, kinek tetszik ez. Azok akár az arab világban is. Tehát ez nagyon nagy idegességet váltott ki, nem csak nyugaton, hanem máshol is. Tulajdonképpen azt is lehet látni, hogy azok a merényletek, amik 2014 végén és 2015-ben indultak, akár mondjuk Ausztráliába, vagy Párizsban a Charlie Hebdo merénylet, Kopenhága és a többi, kemény reakciót váltottak ki. Tehát az azt jelenti, hogy azért visszafogják ezeket az embereket, akiknek ilyen szándékaink vannak, és végül is nagy merélete nem került sor. Hát ezt most nagyon óvatosan mondom, mert ez a repülőgép azért nem tartozik a kis apró meréletek közé. Ennek nagyon komoly biztonsági következménye lesznek. Elsősorban repülés biztonsági, aztán majd meglátjuk, hogy milyen egyéb lesz. Ami a jövőt illeti, azt kell mondani, hogy az ideológia nem szűnik meg. Tehát amikor az elején mondtam azt, hogy mire kell számítani, akkor megint azt kell mondanom, hogy a dzsihadista ideológia marad, legfeljebb, ha visszaszorítják a támadó képességet, akkor kevesebb támadással kell számolnunk. Nagy valószínűséggel, és ezt csendben mondom, de úgy néz ki, hogy ez bejön. Újabb területet az iszlám állam Szíriában és Irakban nem tud szerezni. Ezt meg fogják akadályozni. Az viszont nekik nem jó. És hogyha bejön az a taktika, hogy szeletel föl, akkor az se lesz jó nekik. Na most az, hogy kivégzünk embereket, hát a Abu Bakr al-Baghdadit már nem tudom hányszor ölték meg. Köszönjük szépen, jól van. Ezzel azt akartam mondani, hogy a célzott gyilkosságoknak az alkalmazása nem biztos, hogy hatékony, van utánpótlás bőven. Tehát van, ahol ez működött, itt nem biztos. Nagyon sokan csalódtak bennük, a hívek is. Azok is, akik oda kimentek, akár az iszlám állam kötelékében harcolni. Rájöttek, hogy azért nem Kánaánba kerültek. Aztán anyagi források kezdenek kimerülni. Azért figyelnek az arab országok is, meg a nyugatiak is, hogy visszafogják a pénzügyi dolgokat, és most már Törökország sem vásárolja fel az üzemanyagot annyira. Ellenőrzés alatt vannak ezek a dolgok. És tulajdonképpen még arra is rájöttek, hogy ha nagyvárosokat foglalnak el, akkor ezeknek a nagyvárosoknak a működtetése sokba kerül. Nem egyszerű dolog. Hát gondoljunk el, hogy egy moszónyi város, tudom, akkor Miskolc, hát ott azért kell vizet adni, kell csatornát működtetni, ezek mind pénzbe kerülnek. Teraszszervezet azért ilyen, ez nincs hozzászokva, mert ilyet nem szoktak csinálni. És tulajdonképpen az is igaz, hogy a toborzandókat, akár Európából is, az erőszak meg a rablás nem feltétlen vonzza. Jó, a pénzt szeretik az oldosok, ezért örömmel elmennek, de az erőszakot az különösképpen nem kedvelik. Ami azt jelenti, hogy a szervezet máról holnapra nem fog megszűnni, de azért a nyaka körül a hurok szépen lassan kezd szorulni, és ennek remélem valamikor nem rövid időn belül lesz értelme. Szeretném megköszönni a figyelmet. Köszönöm szépen!